hatalmas jégtömbök. Elképesztő szerszámok. Jeget fogunk faragni. Száz-százötven évvel ezelőtt készítették a koktélokat, akkor alapvetően ilyen tömbökkel dolgoztak. Tehát nem jégautomata gép készítette a jégkockát, hanem faragták, tördelték, farigcsálták a jeget. Akár bele is lehet fagyasztani különböző dekoranyagokat, gyümölcsöket. Jéggömböt faragunk szabad kézzel. Egy hatalmas blokkból bontottunk ki egy kockát, és akkor annak az éleit és a sarkait egy ilyen jég fésűvel tulajdonképpen elkezdjük leütögetni, térfogot csökkenteni, és egy gömb formát fogunk belőle kapni, amit majd egy jó viszki alá teszünk, majd ezzel is emelve a jég és a bár kultúrának a minőségét. Amatőrebb módon csináltam már ezt, de ilyen profi szinten még soha, tehát hogy kristálytiszta jégből még soha. Ugye van nekünk a kézművességünk, aminek ezeket hívjuk, ami ebből készül, és van a Hoshizaki jégünk, ami ez lenne, ami egy japán jéggép. Na most a fő különbség az, hogy a kézművesség az ugye teljesen kézzel készül, hatalmas, ennek az ötszöröséből vágjuk ki ezeket a kis kockákat. Ez csak vízből van? Tisztított vízből, igen. Igen, abszolút. Abszolút. Igen. Milyen technikával, technológiával fagyasszátok le ezeket? Mennyi idő kell, hogy ez megfagyjon? Ez egy tömbfagyasztásos technológia, aminek az a lényeg, hogy egy tömböt tulajdonképpen ilyen, ha nagyon meleg van, 4-5 nap alatt készül el. Egy 150 kilós tömb, ezt egy darúval emeljük ki, és utána láncfűrésszel, aztán mekentes csontfűrésszel vágunk méretekre. És magának a technológiának a lényege a tömbfagyasztásnak, hogy ez egy alulról fölfele történő fagyasztás, ahol az összes koszos dolog, meg zárvány, meg minden, az kiszorítja magából, mivel hogy folyamatosan forgatjuk a vizet, ezért hogy így alulról fölfele, és ezért az összes kosz, amit ugye itt most már nem látni, fehér bármi dolog, az a tetején összegyűlik egy ilyen kis pontba, azt levágjuk, és akkor marad az tiszta, 100%-os jég, buborékok, zárványok bármi nélkül. Hogyha ez benne van egy pohár vízben, ez a jégkocka, akkor azt nem látjátok. De ugye ezt még ugye a bartender tovább viszi, tehát ebből még ő faraghat gömböt, faraghat gyémántot, vagy így, ahogy van, felhasználja. De alapvetően egy darab kerül egy pohárba, ebből a jégből. Sokkal lassabban olvad, és ugye esztétikailag is sokkal szebb. Tehát úgy dögös egy jég, hogyha átlátszó. Igen. Könnyen a fűrész megszaladhat a jégen, és ketté vághatjuk az ujjunkat. Erre veszük fel a páncélkesztyűt. Ez egy ilyen lovagi kesztyű gyakorlatilag. Hát az nem is lehetne. És mivel ez a fém nagyon könnyen ugye átveszi a hőt, ha ezzel megfújjuk a jeget, akkor hozzátapad a kezünk. És ezért ezt letakarjuk egy ilyen szövet szalvétával. Nagyon szép. És ketté repet. Ezt addig lehet folytatni, mindig felezvén a jeget, amíg mondjuk egy ilyen 6x6-os kocka lesz belőle, és akkor ebből a kockából tudunk csinálni egy csodaszép gyémántot, amit az italunkba belerakhatunk. Ezt a kesztyűt levehetjük. Itt felveszünk egy ilyen egyszerűt. Ez is vágásálló kesztyű. Ez már melegebb. Amivel most dolgozni fogunk, ez a csodálatos japán késünk. Körbejelöljük a tetejét. Ez kicsit olyan, mint a fafaragás, kicsit olyan, ez mint a kőfaragás. Ez rendkívül idegnyugtató, ha az ember ráérez. Az első gyémántom jégből. Hát nem tökéletes, igazi csiszolatlan gyémánt.